A váci kézilabda csapat üdvöskéi, Barján Bianka, Szádvári Krisztina és Tápai Szabina élnek-halnak az olaszokért, így a csatornánkon figyelemmel követhető olasz bajnokságot sem vetik meg. A lányok arra gondoltak, hogy egy stylista karöltve betérnek egy focimezeket forgalmazó sportboltba, és végigpróbálgatják a kínálatot. Mind a három szőkeségnek van tapasztalata már Itáliával kapcsolatban, míg Bianka imádja az olasz konyhát, addig Krisztina egy EB-selejtező alkalmával látogathatott ki a mediterrán országba. Természetesen Szabina is bepillantatott az olasz kultúrába szicíliai nyaralása során. Az olaszok úgy jól néznek ki. És vajon hogy érezték magukat a lányok az olasz csapatok mezeiben? Kényelmesnek mindegyik kényelmes, így nálunk is fontos, hogy azért úgy valamennyire nőies mezbe tudjunk játszani, hogy nem mindig tiszta fiúsan legyünk a pályán. Most is egy ilyen teljesen jó, ilyen karcsúsított kis rövidlacis mezünk van. A szakértő Szügy Szabó Robert stylist is egyetért azzal, hogy fontos a jó megjelenés a pályán. Véleménye szerint a lányoknak a kék és a piros mezek álltak a legjobban. De vajon a profi mennyire ért egyet az olaszok által választott színkombinációkkal és a mezek anyagával? Miután azért az olaszok itt a sportban is követik a nagy világmárkagyártó cégeket, azt gondolom, hogy ezek már egy nagyon elasztikus, nagyon jól légáteresztő anyagok. Mozgásra abszolút jók, azaz szabadon hagyják a testet mozogni, nem gátolnak semmiben, tökéletesek. Megkérdeztük a sportbolt profi eladóját, Baksai Pétert, vajon melyik mez a legkelendő mostanság? Jelen pillanatban a bajnok Juventus, valamint a Milán és az Inter 3-asa. Azt mondhatnánk, hogy ők a legkeresettebbek. Az adott időszakban az eredményesség a döntő szempont, mert ez meg is figyelhető, hogyha egy adott csapatnak jól megy a bajnokság során, tehát az egész szezonban jól teljesítenek, és mondjuk még tavasszal minden jelentős szintéren állnak, akár a nemzetközi kupákban, akár hazai kupákban, hazai bajnokságban jól teljesítenek, akkor a vásárlói kedv azért sokkal intenzívebb, nagyobb, ez megfigyelhető. Még mondjuk egy esetleges, előre be nem kalkulált Bajnokok Ligája kiesés ősszel a csoportküzdelmek után abszolút negatív irányba terelti a vásárlási kedvet az egész szezonba kihatóan. Ha esetleg bizonytalanok lennétek, melyik csapat mezét szerezzétek be, nézzétek az olasz bajnokságot itt a sportklubon.